Eddig még senki sem fedte fel igazán a kopaiba előnyös hatásait, habár a felhasználása történelmi jelentőségű. Még csak most kezdjük el igazán megérteni a mögötte rejlő tudományt, és azt gondolom, hogy ennek az olajnak az értékes előnyei még teljesen felfedetlenek előttünk. Várnunk kellett január végéig, hogy a vízszint megemelkedjen, és el tudjunk jutni a fákig. Szóval a begyűjtés főszezonja január és június között van, amikor magas a vízállás. Tehát most felmegyünk és találkozhatunk a kopaiba fákkal személyesen, és hamarosan láthatjuk, hogyan gyűjtik be a gyantát. Az olajhoz az olajgyantából jutunk hozzá, a fát pedig úgy lékelik meg, ahogy egy juharfával tennénk. És hogy a fát meglékelik, ez az olajgyanta kiszivárog a felszínre, ahol meglékelték. Utána ebből tudjuk kinyerni azt az olajat, ami aztán kitart egész évben. Nagyjából másfél órája, hogy meglékelte ezt a fát, és mindössze ennyi olajat tudott gyűjteni. Ez segít megérteni, hogy mennyi munkába telik ennek az olajnak a begyűjtése. A lepárlást követően pedig, ez most körülbelül 50%-osnak mondható, a végére nagyjából a fele fog megmaradni. Ő pedig 6 hónap múlva vissza fog térni ehhez a fához, és egy újabb liter gyantát tud majd fakasztani belőle. A kopaiba olajról elmondható, hogy úgy csapott le a tudományos közösségre, mint egy hullócsillag. Mi sem értettük igazán, hogy miért olyan különleges, egészen addig, amíg be nem érkeztek a kutatási anyagok a bétakariofilléről. Úgy lehet leginkább megérteni, hogy a fitokanabidoidok, esetünkben a bétakariofillén, megjelenik és interakcióba lép a sejt felszínén található receptorral. Úgy gondolj rá, mint a házadon található ablakokra. Olyan dolgok érkeznek, amik kölcsönhatásba lépnek az ablakoddal, és ez képes megváltoztatni a te cselekedeteidet bent a házon belül. Például, ha esőcseppeket látsz az ablakodon, akkor mész és veszed az esernyődet, és ruhát váltasz aznapra. Pontosan ez történik itt is. Vannak dolgok, amik interakcióba lépnek a sejt felszínével, és változásokat generálnak a sejt belsejében való történésekre. Olyan, mint egy lavina, egy láncreakció, ami csak akkor indul el, amikor ez a receptor aktiválódik, és a sejt belsejében található más molekulák is izgatottak lesznek, és változásnak indulnak, és interakcióba lépnek újabb elemekkel. Az történik tehát, hogy a sejtmagban található DNS működésbe lép, így egyes gének aktívá válnak, bekapcsolódnak, mások lekapcsolódnak. Más jelző molekulák pedig számukban megnövekednek, vagy számukban lecsökkennek. Olyan támogatással és erővel rendelkezünk, ami hatékonyan segíti az immunrendszerünket és a test immunműködését. Olyan támogatással és erővel rendelkezünk, ami a testünk endokrin rendszerének is a segítségére siet. Ha ezt a két képességet egyesíted, akkor a test kémiai profiljáról beszélünk, különösen az endokrin rendszeren keresztül. És gyakran, amikor kellemetlenséget érzékelünk, bármilyen módon is, képesek vagyunk megállítani ezeket a folyamatokat a testben. Még az ismételt feltűnésüket is meg tudjuk gátolni. Ezért nagyon sok embernek vannak figyelemre méltó eredményei, rengeteg különböző módon, olyan kellemetlenségekkel kapcsolatban, amiket érzékeltek. Amit mi a végtermékben keresünk, az pontosan az, amit a növényben is szeretnénk megtalálni. De ehhez persze szükség van időre és rengeteg tapasztalatra és megértésre azokkal a növényi alapanyagokkal kapcsolatban, amikkel dolgozol. És akkor még ott van a kémiájának egyedisége, akár domináns összetevőkről beszélünk, akár az olaj apróbb kémiai összetevőiről. Mindegyikük fontos szerepet játszik egy olaj értékének általános állományában, és abban, hogy milyen előnyöket várhatunk el az adott olajtól. Egy dolog, ami biztosan egyedi a kopaiba olajunk esetén, hogy mi 4 különböző kopaiba fajjal dolgozunk egyszerre. Ettől egy olyan teljes kémiai spektrumot kapunk, ami más kopaiba olajok esetében biztos lehet benne, hogy csak a töredékével rendelkeznek az összes összetevőnek, ami elérhető a különböző fajok esetében, ahol mi mind a 4 faját használjuk. Azért teszünk így, hogy egy egyedi szinergiát hozzunk létre a kémiájában. Tehát nem csak a tisztaságot keressük, hanem a terápiás potenciált is. Nem ártunk ezzel a fáknak, ez egy rendkívül fenntartható módja az eszenciális olaj begyűjtésének. És azt gondolom, hogy ennek az olajnak szinte kiaknázatlan a lehetősége az Amazonason. Rengeteg fa van itt, ami több száz munkahelyet adhat, és csak növekedni fog idővel, ahogy ezt a piacot megnyitjuk a világ számára. Szeretjük látni a beszerzési folyamatot. Szeretjük látni, hogyan gyűjtik be és hogyan párolják. De mindebből a legfontosabb, hogy személyesen kapcsolódjunk azokkal az emberekkel, akik mindezt lehetővé teszik számunkra. Ők valódi emberek, akiknek számít az élete. Nekünk pedig fontos, hogy valóban megismerjük őket, hogy megérthessük, mivel állnak szemben a családjaik, hogy megismerhessük a szükségleteiket, és hogy valódi egységet alkothassunk velük.
ez a legszebb az egészben. As árvores ganhamos um presente que nos dá vida, a vida das árvores. Das árvores ganhamos ar e sombra, saúde e sabedoria, um dom que vem das árvores. Das árvores.